Ebben a nyíregyházi étteremben azonnal kezdhetne egy szakács és egy felszolgáló. Ennek a pékségnek a vezetője pedig azt mondta, az utóbbi hetekben hárman mentek el tőle külföldre dolgozni, akiknek a helyét még nem tudta feltölteni. A tavalyi évhez képest a versenyszférában 33%-kal több betöltetlen állást regisztráltak, a mi régiónkban közel 4000 munkavállaló hiányzik. A versenyszféra minden második üres álláshelye Közép-Magyarországon jelentkezett, de ezzel együtt azt is meg lehet állapítani, hogy azokban a régiókban, ahol viszonylag magas a munkaerő kínálat, tehát magas a munkanélküliek száma, illetve a potenciálisan munkaerő kínálatnak számító közfoglalkoztatottak száma is, tehát ezekben a régiókban is viszonylag magas az üres álláshelyek száma. Mi régiónkban Észak-Alföldön 3185 álláshely volt betöltetlen. Országosan mintegy 2500-3000 szakmunkás vagy betanított munkás hiányzik a sütőiparból is. Lakatos Tibor szerint továbbra is tendencia, hogy a betanított vagy a szakmunkások inkább külföldön próbálnak szerencsét a magasabb bérek reményében. Hozzátette, a munkaerő hiánynak már most is érezhető hatásai vannak az iparágban. Sajnos egyik lehetőség az, hogy munkabért kell emelni, ami ugye nem szerencsés, hiszen akkor ez megemelni a kenyének az állát. Én úgy gondolom, hogy a különböző bértámogatásokkal lehetne segíteni a szakmát, hogy ne zárjanak be pékségek, és továbbra is tudjunk kenyereket gyártani. De hasonló a helyzet a boltjainkban is, nagyon jelentős a hiány a bolti tulajdonos szakmában is. Az elmúlt hetek például tudom mondani, hárman mentek el tőlem külföldre dolgozni, boltiladók, illetve sütőipari szakmunkások. Hát hozzá kell tenni két, inkább háromszoros fizetés reményében. A KSH felmérése szerint az egyik legjelentősebb probléma, hogy az elhelyezkedni kívánok végzettsége nem felel meg a munkáltatók igényeinek. Így a betöltetlen álláshelyek mellett ugyanúgy megjelenik a munkanélküliség is.